És aztán azt mondja neki, hogy menj el, minden rendben lesz. És el kell indulnia egyik nap, egy órakor. Ebből tudjuk meg, hogy Jézus egy órakor gyógyította meg ezt az embert, mert ez kiderül. Elindul és másnapra ér haza. De hittel el kell indulnia, és majd fog találkozni azzal, amit Jézus megmondott. Tudjátok, ez így működik sokszor az életünkben, hogy később áldoznak össze a dolgok. Később jönnek elő, lesznek világossá a dolgok. Később kapunk a fejünkhez, és mondjuk, hogy jó, most már értem. Ez az ember nem tudta azt, hogy a szolgája, vagy pontosabban az, hogy háza népének hozzátartozó valaki, ez abban a pillanatban meggyógyult. Jézus szavára indul el, és másnap fog találkozni Jézus szavának a következményeivel. Sokszor van az életünkben olyan, hogy elindulunk, mert Jézus indít bennünket, és lehet, hogy ilyen csipetnyi hitünk van, de aztán haladunk előre, és egyszer majd összeállnak a dolgok. Én is emlékszem az ifjúsági istentiszteletek indulására. Arra is, hogy különböző tanácskozásokon meg kellett győzni különböző köröket. Többek között azzal kapcsolatosan, hogy ez vajon tönkre fogja-e tenni a budapesti gyülekezetek ifjúságait. Vagy azzal kapcsolatosan, hogy el fogja-e vonni más honnét fiatalokat. Vagy hogy valami másnak, mondjuk a Golgotának akarunk-e valamifajta konkurenciát létrehozni. És különböző gondolatok jöttek elő. És mi azt mondtuk, hogy ekkora hittel annak idején, hogy nem, hanem Isten azt akarja, hogy az itt lévő, ide felgyülekező, sereglő fiatalok, baptista fiatalok és az ő barátaik otthonra találjanak valahol, étközben lelki segítséget kapjanak, ahol lelki növekedésük folytatódhasson, hogy egyáltalán Istennel való kapcsolatuk legyen, és lehetőséget kapjanak arra, hogy barátaikkal együtt, akár évfolyamtársaikkal, vagy nem hívő barátaikkal együtt egy olyan környezetbe lehessenek, ami inspirálja őket, és segít őket abban, hogy aztán akár hétvégén, akár évközben, akár ezt követően majd az életük során Isten szolgái, Isten gyermekei legyenek. Aztán összeálltak a dolgok. Mert így szoktak lenni, hogy amikor hittel indulunk Isten szavára, akkor általában a hit az azt jelenti, hogy még nem látjuk a dolgokat. Majd később állnak össze, egészé, valósággá. De el kell indulni. És lehet, hogy most a jelenben szólít meg téged valamiben Isten. De majd a jövőben fog összeállni a kép, amiből látod a múltban, hogy milyen helyes döntést hoztál. De így a jó, így a helyes. Ha tovább lépünk egy kicsit a jelennel kapcsolatosan, itt igazából három gondolatkört szeretnék előhozni elétek, és mielőtt ezt teszem, szeretném, hogy egy picit megállnánk egy kicsit, és nem erre az ígére, hanem általában véve a jelenre gondolnánk. És ahogyan mi szoktunk gondolkodni és cselekedni. Nem tudom, hogy csak én vagyok-e e tekintetben kísérthető, de én szeretek tervezni. És szeretek lendületesen terveket csiholni, és annak megfelelően haladni előre. Kigondolni dolgokat. És aztán elindulni. Jakab meg azt mondja, hogy hát ide figyelj, koma. Ha azt mondod, hogy ma ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg ide megyünk, meg oda megyünk, meg ezzel kereskedünk, meg azzal befektetünk. De nem is tudod, hogy lesz egyáltalán holnap. Inkább mondd azt, hogy ha az Úr akarja és élünk.
ugye jól ismertek ezt a mondatot. Úr akarándja és élünk, így az autentikus fordítás szerint. De ha egy kicsit jobban, mélyebben belegondoltok, ez arról beszél, hogy minden magabiztosságunkat, amik a múlt pozitív élményei és tapasztalatai alapján bennünk van, újból és újból szépen lassan le kell rakni. Minden lendületünket, aminek megvan a helye az Isten országában, minden akarásunkat, aminek megvan a helye az Isten országában, de mégis le kell rakni oda Krisztus elé. És nem csípőből, nem zsigerből, nem úgy, hogy én tudom. Tudom én, mi a jó nekem. Hanem valami másra van szükség. És a jelenben itt és most meg kell értenünk valami néhány nagyon fontos igazságot a Biblia alapján. És ez az egyik, amit a Krónika könyvében, az első könyvében, a 12. fejezetben olvasunk egy hosszú felsorolást, ahol Izrael különböző törzseinek a megnevezéseit olvashatjuk, arra nézve, hogy amikor eljött az a pillanat, hogy Izrael népében egység alakult ki, és Dávid lett ennek a népnek a királya, akkor ezek a törzsek felismerték, hogy ki az Isten választottja, és hogy mit kell tenni, és azt olvasunk Izsakár fiairól, hogy ők is ott voltak, közöttük voltak, azok között voltak, akik ott álltak és királlyá tették Dávidot, mert felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. Az életem során sokszor átéltem azt, hogy csomó dolog történik. Zajlik az élet. És hogyha csak hagyod magad sodortatni, hogy ösztönösen cselekszel, engeded a dolgokat, akkor nem biztos, hogy az jön ki a jelenből, a jövőben, amit szeretnél. És a múltad kicsit már rosszabb lesz. Szükség van, én úgy fogalmaztam, hogy egy lépést hátra lépni, hogy nagyobb teret láss, hogy jobban átlásd a dolgokat, egy kicsit elcsendesedni, egy kicsit megállni, egy kicsit kivonni magadat a sodrásból és a különböző hatások alól, és nem a kényszereknek engedni, nem a kényszerek alatt cselekedni, hanem szabadnak lenni. És szabadnak lenni arra, hogy eközben felismert, hogy minek van itt az ideje. Minek jött el az ideje. Hogy mit kell tennem. Hol a helye? Hogy Istenre ráhangolódva elérhess oda, hogy ne csupán sodortatva valahova visz az ár, hanem a célhoz érkezzél. Ahhoz a célhoz, ami az életed Isten szerinti gondolt célja és akarata. Felismerni az időt. Ehhez figyelem kell. Ehhez elmélyülés kell. Ehhez megállás kell. Talán ezen a ponton, ha most megállsz, és így fölteszed a kérdést, hogyha végignézed az életedet, akkor mi az, ami zajlik? Mi az, ami körülvesz téged? És hadd ajánljam valamit neked. Az életem során időről időre ezt megtettem, hogy vegyél el egy papírt, és írd föl magadnak, honnan jöttél. Miken mentél keresztül? Csak a fő pontokat. Aztán írd föl magadnak erre a papírra, hogy kik voltak azok, akik hatást gyakoroltak rád. És miért és minden. Aztán írd föl magadnak azokat a körülményt. Próbáld megfogalmazni, miben vagy most. Aztán szűrd le magadnak, hogy ezek alapján mik a legfontosabb kérdéseid most. Mik a legfontosabb. Nem a legsürgető, leghangosabban kiabáló, még a legfontosabb kérdéseid. És aztán ezt az egész papírt tedd is tudod az Isten elé,
Ezékiás király a levelet. Terítsd oda az Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, most szeretném ezt az egész dolgot szerinted érteni. Hogy ne csupán fussam az életemet, hanem éljem az életemet. És azt, amit te akarsz. Ha tovább megyünk, egy két másik, kicsit egymással összefüggő, egymást támogató, nagyon fontos igazságot látunk a jelennel összefüggésben. Jelennel összefüggésben a következőket olvashatjuk Máté evangéliumában. Amikor esteledik, ezt mondjátok, mondja az Úr Jézus Krisztus, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutató. Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Ha tegyek fel egy kérdést. A mindennapi életetek során különböző kérdésekben, dolgokban lehet a dolgokat, a jeleket értelmezni és értelmes módon megértve döntéseket hozni? És ez nem vonatkozik? Ez nem igaz az Isten dolgaira? Vajon két fejünk van, egy a hétköznapokra, egy meg vasárnapra? Két szívünk van, amivel érzünk valamit a napok, mindennapokban, a mindennapi dolgokkal kapcsolatosan, és egy, ami a hívőségre való? Vagy hogyha a mindennapi élet során van lehetőség arra, hogy a körülmények jelei alapján világosan megfogalmazunk, hogy mi következik, mi várható, akkor Isten tud kijelentést, világos, egyértelmű kijelentést adni nekünk a jövőkre vonatkozólag, az Istennel kapcsolatos dolgokra vonatkozólag, a hittel kapcsolatos dolgokra vonatkozólag, a hitből fakadó életre, a hívő életre vonatkozólag. Képmutatók vagyunk, ha mindennapokban igénybe vesszük az eszünket, meg az értelmi, értelmezési képességünket, és ezt megpróbáljuk kidobni, amikor a hívőségre kerül a sor. De nézzük a következőt, amit már szerintem ma már hallottunk. Most egy kis segítséget kaptunk, senkit nem fogok zavarba hozni, a mikrofont oda rakva, hanem én olvasom. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért legyetek meg, ne legyetek meggondolatlanok. De jó, hogy ki van metítve. Hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Folytatva az előző gondolatot. Ez arról beszél, hogy Istennek az az akarata, hogy mi megértsük őt. Ő kommunikálni akar velünk, beszélni akar velünk. A múltunkról, a jelenünkről és még inkább a jövőnkről. Velünk, róluk. És amikor beszél velünk, akkor azt akarja, hogy megértsük őt. Nem kínaiul fog veled beszélni, hanem magyarul. Feltéve, hogyha magyar az anyanyelv. Nemrégében Norvégiában voltam, és ott az ottani gyülekezetben a csín testvérek, akik egyébként egészen pontosan a Myanmarból valók, a norvég baptistáknak az egyharmada az Myanmarból települt át az elmúlt 15 évben Norvégiába. Látszik, ott is elég meleg van nekik. De külön gyülekezeteket alkottak is. Elkezdtünk ott beszélgetni arról, hogy vajon az szegregáció-e, hogy Norvégiában a myanmari testvérek külön gyülekezetekbe jönnek, vagy be kéne őket tagolni a helyi gyülekezetbe, és akkor hát én azt találtam mondani, hogy szerintem az a legjobb, amikor szívből szívbe szól az íge, a hitből hitbe, és leginkább az ember az anyanyelvén érti meg az ígét. Szóval jó az, hogy a közösségben tudunk lenni akár sok nemzettel is együtt, de valószínűleg ők így tudják legjobban megérteni az evangéliumot. Szóval nem kéne bántani őket emiatt. Megérteni, hogy mi az Isten akarata.
megérteni, és ez azt is jelenti, hogy a megértéshez kell egy spektrum, egy szélesebb látókör, figyelembe venni sok-sok minden dolgot, aminek a megértésével együtt jön az Istentől jövő, az Isten akaratának, az ő igazságának a megértése. Hadd segítsek most nektek egy kicsit, csináljunk egy jó nagy széles spektrumot. És nem, megígérem, nem fogok benneteket mutatni hosszú történelmi fejtegetésekkel, és bár kísértésbe estem a tekintetben, hogy különböző adatokat és diagramokat is föltegyek, de letettem erről. Szóval megzavonáztam magam. De gondoljatok bele, 100 évvel ezelőtt Magyarországon a baptisták vastagon szekták voltak. Igaz, hogy 905-ben elfogadták az ócsai hitvallást, és az alapján baptista közösség Magyarországon elfogadott, pontosan bevett vallásfelekezet lett. De még ezt követően úgy simán megverték szegény Meyer testvér nőt Budafokon, úgyhogy szegény belesiketült, és sok minden mást történt a mindenféle égisz alatt. 100 évvel ezelőtt ez volt a helyzet. Ugorjunk egy nagyot. 50 évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy az imaházunk belül úgy nagyjából mindent lehetett csinálni. Azért ez se igaz, mert mindent azért nem. Ennek tanulja az a jó néhány lelkipásztor, akit kicsaptak a lelkipásztorságban, megpróbáltak mindent csinálni. Az a minden nem, az nem minden volt. Tehát. Szóval nagyjából az imaház falakon belül lehetett dolgokat csinálni. És hogyha valaki, mondjuk Géza bácsiék annak idején a Tahi táborba fiatalokat döntésre hívtak, akkor őket behívták ezt követő egy-két nappal, később, és aztán utána Géza bácsinak is másoknak gyorsan kellett más megélhetés után néznie. Szóval ez volt 50 évvel ezelőtt. Mi van ma? Magyarország 4.-5. legjelentősebb felekezeteként a baptista közösség elismert Magyarországon. És odaadnak közösségüknek állami döntésekkel egy csomó szociális meg oktatási intézményt, körülbelül 20 ezer embert a szociális intézmény rendszerben, 17 ezer diákot az oktatási intézmény rendszerben, meg 2000 pedagógust, hogy na, nezzel, csináltok vele valamit. Aztán azt mondják bizonyos helyeken, hogy szeptembertől kezdődően mondjuk legyen itt az iskolákon. És meghirdethetjük a hittat. És a gyülekezeteinkben mondjuk körülbelül 2500-3000 gyerekkel foglalkozunk. Most az első évben, amikor első és az 5. osztályban kezdődik el a hittan, az eddigi információk szerint olyan durván 1000-1200 gyerekkel kezdhetünk. És aztán felmenő rendszerben ez felnő addig, hogy durván a következő évek során a hittan keretén belül 2-szer annyi gyerekkel foglalkozhatunk, ahányan az összes gyülekezetünkben együtt lévő. Ugye érdekes? Aztán egy másik kép, egy másik, megint csak a szélesebb, a megértés érdekében. Amikor indult a baptista misszió Magyarországon, akkor elsősorban a falvakban, elsősorban az egyszerű embereket szólították meg az akkori evangélisták. Nagy erővel, nagy hatékonysággal. Ugorjuk egy nagyot. Mostani népszámlálási adatok a következőt mutatják, Magyarországi Baptista Egyház elsősorban a városokban van, és elsősorban is legjelentősebb, az összes magyarországi egyház közül a leginkább reprezentáltak a képzettek, a felsőfogóak területén. Szüleink, nagyszüleink jó munkát csináltak velünk, rávettek bennünket, hogy tanuljunk, de talán más is történt, mert ilyen emberek jöttek a gyülekezeteinkbe. Látjátok? Milyen érdekes, ha összerakjuk a képet, rakjuk tovább ezeket a képeket egy kicsit, hogyha ezt az egészet rakosgatjuk.
Ez a mi helyzetünk. Ez még eddig rólunk szól. Most nézzük egy kicsit azt a társadalmat, amiben benne vagyunk. A társadalomban egy lejtőn lefele futó kocsihoz hasonló helyzet alakult ki az elmúlt 15-20 évben. Gondoljatok csak bele a saját gyerekkorotokban, óvis vagy a kisiskolás gyerekkorotokban, hogyha volt ilyen, hogy mennyien voltak akkor elváltak az osztályban. Mennyien vannak most. De hogyha ezt még az én generációra is rávetítjük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a mi generációnkban az volt a fekete bárány, akinek a szülei elváltak. Most meg talán fordítva van. Az a fura, akinek még jegyben vannak a szülei. Mit csináltok, hogy valami nincs rendben? Gyorsuló mértékben gyorsuló dolgok a társadalomban. Ha megnézzük a 2001-es, 2011-es statisztikai dolgokat, akkor azt lehet látni, hogy nem csupán a népesség csökkent Magyarországon, most már 10 millió alá, hanem az egyrészt az idősek, tehát a 60 éven fölüliek aránya így megy fölfele, és a 25 éven aluliak aránya pedig így megy lefele. Mert hogy csökken, jelentős mértékben csökkent a gyermekek születési rátája. Idősödő társadalomnak a tanúi részesei vagyunk. Kevesebb gyermek születik. Aztán a házasságok, az elválásokról már beszéltem, hogy milyen helyzet van ebben a társadalomban. Aztán egy gazdasági olló is nyílik a mi társadalmunkban. Vannak, akik gazdagodnak, de a középréteg és az alsó középosztály is csúszik lefele. És ennek nagyon komoly jelei vannak most. Szociológusok erről nagyon sokat beszélnek mostanában. Nyílik az olló. És egyre inkább az érződik, hogy az emberek az életminőség tekintetében romló helyzetekkel szembesülnek. Csak egy példát hadd mondjak, vagy egy keretet hadd hozzak ehhez. Milyen emberekkel találkoztunk, amikor jöttek a gyülekezetbe a világból, a körülöttünk lévő világból a 80-as évek végén, és most? Most lelkipásztorokkal, teológusokkal arról beszélünk, hogy nem igazán jó az a rendszer, amit mondjuk így törekvők vagy barátkozók bibliórájának mondtunk, mert nem tudjuk feloldani azt a nehézséget, azt a helyzetet, hogy azok az emberek, akik jönnek a gyülekezetünkbe, nem csupán arra szorulnak, hogy alapozó bibliai tanítást kapjanak, mert ez még hagynám, rendben van. De kéne életvezetési kérdésekről beszélni, mert a családban nem történt meg. Kéne gazdasági kérdésekről beszélni, mert óriási csődökkel, munkanélküliséggel, mindenféle galamajkával jönnek. Kéne beszélni ezotéria és mindenféle egyéb gyalánkságról, mert tele vannak az emberek zűrzavarokkal a fejekben. Így jönnek. Mint hogyha valami előkurzusok sokaságát kellene belerakni itt a dolgokba, mert nem tudjuk segíteni, kezelni ezeket a helyzeteket. Mert valami romlik a mi társadalmunkban. Azt mondják ezeknek az adatok láttán a bizonyos elemzők, hogy egy-két generáció van még. A tiétek, meg esetleg még egy. Amelynek a korában még megváltozhat valami. Ez a lefele futás, ez megállhat. Nemrégen olvastam egy elemzést, az ELTE egyik, nem is akárki, az ELTE egyik professzora írta, Európa végnapjairól, annak kapcsán, hogy elemezte a különböző demográfiai folyamatokat Magyarországon, Európában, és ugye nem szeretem a futurológusokat,
de azért érdemes ezekre egy kicsit odafigyelni. És arról beszél, hogy milyen mértékben növekszik a roma lakosság Magyarországon, Csehországon, körülbelül sorban a környező országokban, és hogyan zajlik ez. És én benne vagyok a cigány misszióban, elkötelezett vagyok a roma testvéreimért, barátaimért, embertársaimért, de ezzel együtt látni kell azt a helyzetet, amit ők vizionálnak, hogy 2050-re Bulgária, Szlovákia, Magyarország és Románia társadalmának komoly megroppanási esélye van e tekintetben akkor, hogyha nem tudunk ezzel a helyzettel valamit kezdeni, és nem tudjuk tovább segíteni barátainkat, embertársainkat, akár rokonainkat, integrálva, és valahogy egy olyan teljes életre segítve, amely az egész társadalom számára is hasznossá lehet. Szóval nézzük csak ezt az egész képet. Isten vezetett valahova bennünket. Isten valamit adott nekünk. Valami vétett bennünket. Valamiket adott a kezünkbe. Most ide adott a kezünkbe, 12 000 baptista hívő van, és erre, ha a családtagokra belegondolunk, 100 000 emberre hetente hatást gyakorolhatunk ezeken az intézményi rendszereken keresztül. Odaadta a kezünkbe az idősek felé és a következő generációk felé való szolgálat lehetőségét, és ez már társadalomformáló erő, ez nem csupán valahol a zubolyában történő dolog. Az a kérdés, hogy mit fogunk tudni ezzel kezdeni. Az a kérdés, hogy ez a jelen, ez úgy sicsúgy elmúlik, és nem lesz belőle semmi a jövőben, és a jövőben csak a múlt kihagyott helyzeteivel fogunk találkozni, vagy az áldásos sokaságával. Hogy a jövőben siránkozni fogunk azon, hogy mit rontottunk el, és miért nem használtuk ki azokat a dolgokat, azokat a helyzeteket, amiket Isten adott nekünk, és ráadásul felelősített bennünket az egész társadalom előtt, a jövő generációink felé. Siránkozni fogunk ezen, vagy gyülekezetek garmadáinak, jól működő intézményeknek sokaságában dicsérni fogjuk az Isten 10 000-ekkel vagy 100 000-ekkel együtt. Ez a kérdés. Szeretném, hogyha most megnéznénk egy kis filmet a Baptista Oktatási Központról és ezekről a fogadási intézményekről szól. Lehet, hogy már valahol láttátok, de talán jó az, hogyha ez itt is előkerül. Kép és hang, remélem, hogy mindenre be lesz. Isten folytatunk. Az emberi kapcsolatok mikroterét nézve bizalmatlanság.
társadalmi szinten morális és egzisztenciális lesüllyedés. De ahol a hiányok vannak, ott vannak elrejtve a lehetőségek is. Mi az, ami segíthet? Baráti odafordulás, szociális támogatás, az előítéletek széttörése. Bizonyára igen, ezek mind jó dolgok, de csupán a tüneteket kezelik. A valódi probléma miért megkönnyezik? A valódi probléma egy személy hiány a társadalom. Krisztus nincs jelen a mindennapokban, mert kizártuk őt az iskola falain kívülre. De most azáltal, hogy a baptista oktatási központ felelősséget vállalt 49 intézményért, 17 000 diákért és 2000 pedagógusért, a lehetőség óriási. Az ajtók, amelyen beléphetünk, arra várnak, hogy kinyissák őket. A Krisztus követő hívők jelenléte és szolgálata által maga Krisztus integrálódhat vissza az iskolákba. Mire van ehhez szükség? Olyan keresztényekre, akik felismerték ennek a kornak történelmi jelentőségű kihívásait. A baptista oktatási központ célja kapcsolatokról szól. Kapcsolatba kerülésről diákokkal és tanárokkal. Magyarországon ilyen helyzet a baptisták előtt még nem volt. A misszió rákapcsolása az iskolákra csak a gyülekezetek aktivizálódásával lehetséges. A jövőért, saját gyermekeinkért dolgozunk, akik ebben a társadalomban kell felnőjenek és helytelenek. Mennyire tudjuk keresztény elhívásunkat betölteni ebben a korszakos helyzetben? Ez valódi lehetőség a baptista gyülekezeteknek, a társadalmi felelősségvállalásra, mert itt azt a jelmondatot adtuk, hogy a baptista iskolák több, mint iskolák, és mert minden gyermek, minden fiatal számít. Hogyha mindezt látjuk a jelenben, a ma, a most kérdésében, akkor fölmerülhet jó néhány kérdés. Fölmerülhet az, hogy hogyan lehet ez konkréttá az életedben. Mielőtt erről a konkrétról beszélnék, szeretném, hogyha egy kicsit egy más bibliai szakaszt elétek hozhatnék. Pál apostolnak az első Timóteusi levelének a harmadik részében a következőt olvashatjuk a 15. versében, Timóteusnak írja Pál ezt. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten háza, egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Szeretnék valamit nagyon világosan és nagyon egyértelműen tisztázni, amikor a jelen, a jövő kérdéseiről gondolkodunk, és erre hívlak benneteket. Nem önmegvalósításról beszélek. És nem csak keresztény názzal leöntött önmegvalósításról, amit mondjuk úgy neveznénk, hogy a baptisták megvalósítják magukat. Mert ha ilyenfajta egyháziaskodó utcára lépnénk, akkor az Zsák utca. Jól látjuk ezt a múltban, az egyház történelemben, adott esetben a mai társadalomban is. Pál apostol Timóteusnak néhány egyszerű szóval néhány nagyon fontos igazságot mondott el. És egy képet szeretnék ebből kiragadva használni és elétek hozni. Azt mondja az Isten egyházáról, a megvalósítandó, a legfontosabb dologról, azt mondja, hogy az élő Isten egyháza az igazság oszlopa és szilárd alapja. Ezt Efézusban írja, az efézusi templomban kapcsolatosan tudjuk azt, hogy ilyen 18 méteres, 100 oszlopon nyugvó nagy templom volt az efézusi. És az 100 oszlop fölemelt magasra az efézusi Artemis vagy Diana, ahogy tetszik görögül vagy romaiul,
annak a jeleit, timpanonját, és az egész jeleit magasra emelte. Messziről lehetett látni. És azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy ide figyelj, Timóteus, az Isten egyháza az ilyen. Ilyen oszlop. Messzire magasni. De valamit emel. Ez a valaki, ez Jézus Krisztus. Az ő személye, az ő igazsága, az ő akarata. Mint hogy korábban erről beszéltem, hogy értsük meg az ő akaratát az életünkre, a közösség életünkre vonatkozólag is. Akkor működik jól egy ember, egy gyülekezet, egy egyház, hogyha ilyen magasra emelt oszlop, akik magasra Krisztust emelik fel. Messzire látható. És egyben oszlop, szilárd oszlop, amely tartani képes, erősen hordani képes. Isten ilyen oszlopokká akar bennünket, benneteket, mindannyiunkat tenni, akik tudjuk azt, hogy nem magunkat valósítjuk meg, éljük bele ebbe a szép világba, hanem van valaki fontosabb, igazán fontos személy, akit felmutatunk, akinek dicsőséget adunk, akiből táplálkozunk, erőt merítünk, és általa, az ő általa teremtett alapon a egyedüli sziklán épülhet az életünk. És ezért általa erős oszlopvá lehet. Tudjátok, ha a konkrétumokat nézzük, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy olyan kicsink és gyengék vagyunk. Kik lesznek azok, akik szolgálnak ezen 17 ezrek felé? Az a 120 lelki pásztor, aki eddig van mindenféle feladattal, ugye Dani? Vagy az a 120 gyülekezetvezető a gyülekezetekben, akik hát mozgatják a lelki pásztorokat, hogy végezzék a jó munkájukat. Szóval kik fognak segíteni? Kik fognak szolgálni? Ezek a fiatalok, gyerekek nem állítatos valakik. Olyanok, mint amiket láttatok ott. Hogyha valaki elébük áll, az félrelökik. Szóval teljesen normális. Olyanok, mint a mai gyerekek és fiatalok. Kik lesznek azok, akik elmennek? Mondjuk kitoktatók lesznek. Mondjuk ifjúsági klubokat tartanak. Vagy nyáron most, amikor több mint 20, talán 25 nyelvi sporttábor fogunk szervezni külföldiek segítségével ezekben az iskolákban. Az ott lévő gyerekek számára, közel 2000 gyerek számára. De kellene baptista fiatalok Magyarországról, akik elmennek ezekbe a táborokba, és ne csak a külföldi ismerkedjen meg vele, aki egy hét után visszamegy majd Amerikába, vagy Maldív-szigetekre, hanem valaki, aki húsvérember is itt valami országunkban, és szeretne foglalni ezután is őt. Meg ne talántán levelezik vele. Meg ne talántán leül vele egy beszélgetésre. Vagy ha valami problémája van, akkor engedélyt kijöntsön ki. Fölteheted a kérdést, hogy tehát hol vagyok én ehhez? Hogyan tudnák én ebben vagy másban részt venni, a helyi szolgálatban, a helyi gyülekezetben, különböző dolgokban. Mert hogy Isten hív bennünket, Isten hív benneteket, azt akarja, ezen a ma estén is azt akarja megértetni velünk, hogy beszélni akar hozzád. Neki terve van az életeddel. Azt akarja, hogy megértsen ezt a tervet. Hogy az értelmeddel átgondold azt, amiben benne vagy. És aztán hittel oda tedd az egészet az Isten elé, és engedd, hogy formálja a megértésedet, formálja a hitedet, aztán formálja a cselekedeteidet, az egész életedet. Nem csupán lelkesedésről, feltüzesítésről, egy tüzes beszéd utáni tüzes néhány percről van szó, hanem egy életről, amit úgy lehet élni, hogy folyamatosan Istennel járva, követni őt, belőle merítni. Hogyan lehetséges ez? Hát nem sokára pünkösdöt fogjuk ünnepelni.
amiből Szentlélek kitölt. Csak is Szentlélek erejéből, nap mint nap, újból és újból. Csak is az Isten igéje alapján, amiből táplálkozhatsz, újból és erőt meríthetsz. De mi lesz a jövő? Jó lenne tudni, mi lesz a jövő. De jó lenne tudni, hol leszünk, mi lesz velünk 5 év múlva, 10 év múlva. Persze lehet, hogy nem lenne jó. Nem tudom, elárulhatom-e, hogy néha nagyon furcsán érzem magamat. Időnként nagyon komoly egyházfők, és nem tudom, kinek a társaságban ülök, és magamban gondolkodom, hogy mit keresek én. Hát én egy fiatal srác vagyok Pécsről, ott a Salakdom vidékéről, ahol én fölnőttem. Hogy jövök én ahhoz, hogy itt vagyok? Aztán rájövök arra, hogy ahogy például valamelyik nap valahol utaztam, és felszállt egy kezdődően őszes úriember a metróra, és néztem körül, hogy gyorsan átadom neki a helyet, mert szerint néztem, hát olyan 50-es közül lehet, és akkor lehessett, hát nem sokára én is ott leszek. Úgyhogy szóval az élet olyan gyorsan változik. Higgyétek el, rettenetesen gyorsan. És aztán, ahogy haladtok előre, magatokat másképpen fogjátok látni, másokat, különböző dolgokat. De ez egy dolog. De mi lesz a jövő? Mi lesz a jövőben? Henry Blackiebynek van egy mondása, amit szeretnék kitenni még, hogyha sikerül. Talán ismeritek ezt a mondást. Ha ma az ő útjain járunk, holnap ott leszünk, ahol ő akar látni minket. Az, hogy a jövőben nagyszerű életet élj, az, hogy a jövőd gazdag legyen, teljes legyen. Az, hogy a jövődben az álmaid megvalósulnak. Az, hogy a jövődben olyan helyzetekben, olyan feladatokban vehessél részt, amit remélsz, hogy elérhetsz. Nem valósulnak meg akkor, hogyha nem figyelsz erre. Hát Isten azt akarja, mert igaz ez a mondás, a Szentírás alapján és teljes Szentírás alapján tudhatjuk, Isten azt várja el tőlünk, hogy a mában, ma az, hogy szavát halljátok, megkeményítsétek a szíveteket. A mában kell megragadnod az Isten akaratát, az Isten igéjét. A mában kell megértened őt. Mindig a ma a legfontosabb, most a legfontosabb. És aztán természetesen ebből a mostból, a mából lesz a holnap, de az a holnap lesz, amit ahogyan most vetsz, amit vetsz. Gyorsan elmúlnak a dolgok, és erről egy képet hadd mutassam nektek. Néhány héttel ezelőtt, Katics, nem jelent, hát akkor csak hintben mutatom ezt a képet nektek. Ezt a képet akkor legközelebb, majd legközelebb a 300-nál. Szóval, nemrégében néhány héttel ezelőtt a Vajdaságban jártam, körülbelül két és fél nappal azt követően, hogy a Nyúl Zoltán ott, amivel elkubáztatnak, leégett a házat. És meglátogattam őt, együtt beszélgettünk, imádkoztunk. Aztán csináltam fölvételeket is, különleges laptopról. A fiúk lehet, hogy nagyon szomorú látvány lenne látni egy félig elolvadt laptopot. Tehát ezt akartam megmutatni nektek. Szóval képzeljétek el. Jobb, hogy nem látják. Hardware. Mi lesz? De egy kicsit ez olyan, mint a mi életünk is. Mi lesz a jövőben? Veled, velem. Egy kicsit megváltozunk. Így ugyan. 30, 50, 80, 100 évet, nemrég hallottam egy testvér a Szeretetházban 100 évesen nősült, szóval 101 nehány évet elérhetünk,
De szépen lassan azért a hardware tönkre megy. Azt nem árul, mert hogy az arra az csak 27 éves volt. Egyszerre szállított, aztán azóta nem lehet nyugodni.
Én biztos vagyok benne, hogy holnap nem lehet megváltozni. Hogy holnap nem lehet eldönteni valamit. Hogy holnap nem lehet véghez vinni dolgokat, azokat ma is most lehet. És mert ha holnapra hagyjuk, ha átütemezzük, ha kérünk még egy nap hallékot, azok mindezeknek a kárára fognak menni nagyon csúnyán. És én most arra szeretnélek hívni titeket, hogy menjünk Isten elé. Gondoljuk át azt, hogy hol állunk most. Gondoljuk át azt, hogy hova szeretnénk menni. Lépjünk egyet hátra. Gondoljuk át azt, hogy mire van szükség ennek a világnak, ennek a közösségnek, a gyülekezetednek, a családodnak. Lépjünk egyet hátra. És aztán döntjük, hogy melyik úton indulunk tovább. Nekünk is erről fog szólni a nyár. Nagyon szép ez a 200-as szám. De hogy nem állhatunk meg, hanem menni kell tovább. És hogyha nem Istennel együtt, hanem abba az irányba megyünk, amerre ő mutat, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálni. Erre hívlak titeket, hogy dicsőítsük Istent, és gondoljuk át azt, hogy hányunk.